ingyenes kiszállítás és 2000 forint első rendelésedhez. Tudóra, mert jól esik. Nekem ez a vibe amikor a csárom mézes Elveszem a kezedből, nem akarom, hogy szétest Én kicsit sekélynek érzem a megfogalmazást Nem azt, hogy nem, nem érzem őszintének az érzést, csak, csak... Ja, sekély Ha nincs a zene, tehát nem talál meg téged az OTL Akkor is visszajössz Magyarországra? Hát akkor szerintem nem, mert kint melózgattam Angliában, meg ilyenek szoptam a raktárban, meg ilyesmi. Neked a, a százszor szép az, az miért fontos track? Mit tudom én, so. A mai vendégünk is egyébként fellépett a Sopron Festen hatalmas bulit csinált, és azt kell róla tudni, hogy szemtelenül fiatal, és hogy bele kellett nyugodnom abba, hogy vége van már annak az időszaknak, amikor én vagyok ez a srác, és, és jön, jön, az új, új hullám, az OTL egyik nagyon-nagyon fontos tagja, és igazából hetek alatt csinál milliós megtekintéseket. Fogadjátok a színpadon, Eko! Szevasz, tesó! Cső, tesó, mi újság van? Nagy tap nak Eko van a házban! Yeah, köszönöm szépen! Engem nagyon meglepett amúgy az, hogy te Angliában nevelkedtél, meg ott is tanultál. Hát igazából nem ott nevelkedtem, mert elég későn költöztünk ilyen, mikor tizedikes voltam, vagy tizenegyedikes és onnantól, onnantól kezdtem ott el a sulit, szóval nem ott nőttem föl, de ott, ott tanultam fontos dolgokat. És ott is kezdődött a, a, zenei pálya? Amúgy nekem majdnem, hogy ott kezdődött így az egész, csak Magyarországon töltöttem le még az FL stúdiót régen, bátyámnak az asztali gépére, de mindig, tehát nem működött vágod, így szar, szar, volt, és akkor kint Angliába az is bátyám laptopján volt, csak az már jobb volt, és akkor arra letöltöttem, és azon kezdődött el így a producerkedés, és onnan kialakuló kis zenecsinálás. És az alap volt benned, hogy magyarul fog szöveget írni? Mert azért gondolom, hogy ha éveket eltöltesz Angliában, akkor valamennyire azért így gondolja az ember, hogy elkezd angolul is szöveget írni. Igen, igen. Volt olyan, hogy gondolkoztam rajta, de nem tudom. Nekem a magyar mindig sokkal jobban feküdt, mindig. Jobb, jobb, frappánsabb szövegeket tudtam írni vele, mint angolra. Mi kicsit belegondoltunk abban, hogy milyen az, hogyha mégis angolul írtad volna meg ezeket a szövegeket. Úgyhogy készültünk egy játékkal, átírtuk angolra ezeket a szövegeket, ezeket fogjuk majd hallani, és meg kell fejtened, hogy melyik dalod lehet az, amelyiket átírtuk. Jó, 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 oké, és oké, ránézhetünk. <laughs> és ezek a karrierednek a különböző állomásait fogják magukba foglalni. Úgy neveztük el, hogy Echo Line. Jó, jó, van, és most fel. Good afternoon. This is Metro Line Echo. The train is leaving soon. Please get on board now. Thank you. The first station is Brother with 300 Teslas. We are 300.

Igen, és egyébként nem tudom, hogy van-e van -e valaki itt a közönségben, vagy esetleg te felismerted ezt a hangot, aki ezt felolvassa. Senki? Ez Rachel Appleby, egyébként, aki a... Tényleg, tényleg ő az a nő, aki a metró bemondó. Tehát ő az, aki a budapesti metrókon bemondja a megállókat angolul. Úgyhogy ő ő mondja most ezeket a dalszövegeket tőled. Nagyon aranyos, nagyon megköszönöm. Igen, meg. és ő is narálja az utadat. Úgyhogy jöjjön a Next Station! The next station is I am a sample guy. There is one problem with you. Your mate is coming to my village to share. Costa Rica. You Így van, ez a Costa Rica. Costa Rica. A yeah. Azért ez volt a, az első hatalmas robbanás. Ez így van, ez így van, tesó, és és is, én se tudom, hogy igazából mivel, mert ugyanú, ugyanúgy vettem fel, mint egy ilyen hétköznapi felvevős számot, csak így kikeltem az ágyomból, aztán írtam egy szöveget egy ilyen random beatre, és így felkapták, tehát hogy semmi különlegeset nem terveztem ebbe. Jó, nézzük a következőt. The next station is The world is spinning again. Igen, <laughs> ez, ez amúgy nem volt nehéz kitalálni szerintem, hogy ez a forraga világ. Így van, ez a forraga világ! azt a képernyőt néztem, azt a itt van előttünk. Igen, ott van előttünk is, meg ott hátul is, az van a közönségnek egyébként, ez pedig itt nekünk. Nagyon szuper. Igen. Hogyha a Kosztarika amúgy nagy robbanás volt, akkor azért ezt überelte, nem? Hát amúgy nem tudom, szerintem igen. Vagy legalább egy olyan szinten volt, mint a Kosztarika. Na és akkor hát még egy állomás maradt, lehet, hogy sejtett, hogy ez melyik lemezről lesz. Hát amúgy sejtem, hogy az újabbikról. Így, így, Nézzük is. The last station is... I know I stayed there. I just didn't want to tell. I live by two rules. Not afraid and not sleeping. Te ezt nem tudom melyik. Tényleg nem tudod? Pedig konkrétan van egy szó, amit ugyanígy használsz a dalban. De most így nem ugrod be. <laughs> van, va, van, aki tudja amúgy itt a közönségből? Smash, így van. <laughs> Szép járatos. Hát nem figyeltem most. De... Tehát akkor azt uh, lehet róla tudni, hogy Angliában kezdted el azért így komolyabban csinálni a zenélést. Az OTL is ott talált meg téged amúgy? Hát amikor, amikor kinnéltem igazából, akkor talált meg az OTL is, szóval úgymond úgy, mond, úgy mond, igen, de hogy, már amikor Magyarországon voltam, akkor is mindig jártam OTL-ekre, meg ilyesmi. Szóval igazából mindig helyben voltam, úgymond. Mert nekem például az volt, hogy amikor én még otl jártam, akkor még tényleg húgyos pincékben 13-14 éves fiúkkal pogóztunk 50-en körülbelül. Igen, 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 igen. És te már egy teljesen másik érából érkeztél. Hát euh, igazából megmondom őszintén, hogy már ilyen korábbi ótieleken is ott voltam, ilyen 13-14, még amikor csak regi volt, ki beligett ja. meg ilyenek, de euh, utána nyilván ez, mivel kiköltöztem Angliába, azért nagyon sokat kihagytam meg ilyesmi, szóval ott igazából csak hallgattam ezeket a magyar rebzenéket, és akkor utána kerültem bele ebbe a közegbe. Az Ibisek voltak, akik... Először igen, rád igen. A gondolom, Szalay, meg hát a mai nap Szalai írt rám a Dior album dropja után kb. egy ilyen héttel, hogy majd én írtam rá pont egy feetet, feat, pont megmertem tőle kérdezni, így összeszedtem a bátorságomat, és így visszaírt, hogy amúgy dumálni akar velem valamiről, és akkor így bevettek az ibi akadémibe. És a, a mai napig akkor ott nyomod? Hát igen, 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 valamilyen szinten még nyilván ott is. Ha nincs a zene tehát nem talál meg téged az OTL, akkor is visszajössz Magyarországra? Hát akkor szerintem nem, mert kint melózgattam Angliába, meg ilyenek, szoptam a raktárba, meg ilyesmi. Aztán igazából azzal kerestem jó pénzeket, csak nagyon érted szívás volt, nagyon meg a zene mindig jobban mozgatott. Aztán igazából nem nőtte volna ki magát, szerintem akkor is csinálnék még így zenéket, meg ilyenek, mert nem tudom, élveztem mindig csinálni, de hát így kinőtte magát, szóval örülök neki. És uh, mi, mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy na jó, ezt most már nem tudom Angliából menedzselni, hanem most akkor fogom magamat, és hazaköltözöm. Ja, hát ez, hát ez az volt, amikor uh, ugye én nyaranta mindig visszajöttem, mikor kinéltem, és az egész nyarat itt töltöttem Magyarországon, spanyolimmal, meg ilyesmi, és akkor tavaly nyáron így hazajöttem, és igazából annyi koncert volt még így szeptemberben is, hogy nem tudtam hazajárogatni, meg nem tudtam visszamenni az hanem csak így nem tudom, maradtam Magyarországon, és így koncertezgettem, és azokból a pénzekből éltem, meg ilyenek. Aztán most már így nem tudom, azóta már így full meg tudok élni ebből, szóval bless. A családoddal éltél gondolom kint Angliában. Aha, aha, ja. És ő, ők mit szóltak ahhoz, hogy figyelj anya, elmegyek reppelni Magyarországra egy kicsit? Hát igazából az elején nagyon fura volt nekik, de hogy így nem tudom, hogy megmagyaráztam nekik, mert akkor még nem jött annyi pénz fellépésekből, meg ilyesmi, és akkor nem is értették, hogy miért megyek haza tiszta mínusz profit kajak megvenni a repülőjegyet oda-vissza, meg ilyesmi. Meg Covid is volt, meg ilyenek, de hazajárogattam mindig fellépni, és akkor utána így már megértették egy idő után, mikor kezdte kinőni magát ez az egész dolog, hogy miért is csináltam akkor. És a, a koncerteidre járnak? Hát járogatnak ja, szerintem. <laughs> és ő, ők egyébként mit szóltak ahhoz, amit te mondjuk képviselsz, meg amit így elkezdtél akár így szövegekben kommunikálni, értik amúgy, amikről Dumász. Hát figyelj, szerinted? A, a nagy részét remélem nem, majd az ilyen, ilyen kis <laughs> csapatos sztorikat remélem nem, de vannak olyan a számok, amik kifejezetten tetszenek nekik, de hogy ők inkább nem tudom, szeretik a lágyabb, régebbi stílusú zenéket, úgymond. A mely, melyik az a dal, amit a legjobban szeretnek? Ö, szerintem apukámnak a 1755 volt a kedvence, anyukámnak most a százszor szép. Legyen terítéken a százszor szép, hozzad a laptopodat, tesó, aztán számítózzunk kicsit. Szóval játosok. <hállt> Jó gyerek voltam mindig, anyu is tudta Nem akarom mindig eladni a szívem, mert a klubban Nem akarom azt, hogy fájom, mikor másik pali dugja Mikor vársz meg éjszaka, még csak a semmiről se tudva Tudod, hogy nem vagyok olyan mérges Veszem a kabátrum is, már úton vagyok édes Nekem ez a vibe mikor a csárom mézes Elveszem a kezedből, nem akarom, hogy szétes A mai trekkünk a százszor szép, amit elhoztál yeah. a sávokban Ugye eredetileg mi még a világot beszéltük, igen, hogy az, igen, az igen, legyen. Igen, igen. csak azóta már sok idő eltelt. Aztán és ilyenkor már nem szívesen hallgatod vissza azokat a dalokat? Nem csak szerintem most már van olyan, amire az emberek jobban kíváncsiak vágod. Azért, mert a forogavilág, az nem tudom, az csak egy ilyen laza, nem tudom, szétmenve felvettük spanokkal, trek, ez meg egy komolyabb hangvételű szám szerintem. És itt a beatet is te írtad? Igen, igen, itt a bítet is, is én csináltam. Mivel kezdted? Mi volt az első, ami megvolt ebből a, az alapból? Hát az első az az ötlet volt, hogy csináljunk az Oceans-re. Csináljunk az Oceans-re. <laughs> Csinálok egy beatet, Egy bítet, beat egy, egy beat majd hogy erre a, erre a részre az Oceans-ből, ami vég van a számba, ugye? De be is kapcsolom a melodikat, és meg is mutatom, mert ugye így kezdődik a szám. És ez a szempő megy végig. Itt meg be van lassítva az egész a verzéknél, hogy nem, ne végig ugyanaz a melodi hatás legyen. Itt meg van egy felpiccelt verzió belőle, ahol egy oktával magasabban megy az egész. Ja, és akkor együtt szól a kettő. Igen, ugye? igen, igen, igen. Az elején jön be csak egy sima szábbész. közepénél, hogy mondom, nem maradjon unalmas a track ki. És ilyenkor uh, mi a metódus, hogy megvan a, a melodi, és akkor utána meg órákig keresed a megfelelő dobot? Ja, nem, ez szerencsére elég gyorsan megvannak. Hát így, így bepörgünk nagyon, tudod, hogy ilyen elkezdesz flashágetni, és akkor egyből jönnek az ötletek, nem, nem szeretek sokat ülni egy, egy zenén, egy beaten se. Akkor uh, most itt közönség előtt is 20 perc a beaten, és kész van a szám? Hát Abszolút, simán. De egyébként mutatok ilyen pár nappal ezelőtt itt akár 20-20 perc van benne fel stúdióba. Jó, hogy nyilván nem 20, tehát hogy utómunkákkal azért biztos van egy-két-három óra, de hát. Tehát gondolom, ilyenkor az alapötlet vagy a dalnak a, a gerince van meg ilyenkor. Ja, 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 ja igen. Aztán a változás benne, ami ugye nem tudom szerintem egy ilyen hosszú számban legalább muszáj valami legyen a beatbe, ha már végig ugyanaz a melodi megy. Tényleg ilyen gyorsan megvan az összes dalotok? Hát, hát, ő, ő, nálatok jöv. így azt hallottam így másoktól is, hogy így a, a körökből, hogy, hogy sokszor van az, hogy bulikból lesznek session sessionökből igen, bulik. Igen. Igen, igen. Mi a metódus? Hát nem tudom, csak így összeülünk valahova, és általában az én utcaimmal, amúgy ezzel a laptoppal szoktuk felvenni a számokat, meg ilyenek szóval. Akkor jó sok mindent látott már ez a laptop? Hát nagyon sok mindent, de van, van még kettő másik laptopom, amik még durvábbakat láttak, mert ezt nem rég vettem amúgy. <laughs> és ö, egyedül szoktál amúgy inkább dolgozni, vagy azért inkább ezek a session a, a gyakoribbak? Mostanában, mostanában csak sessionök. Van, hogy így egyedül nekülök számoknak, de akkor már csak valószínűleg ilyen utómunkát csinálok mostanában, vagy ilyesmi. Meg amúgy nincs is nagyon időnk zenélni, de mondom, néha ilyen buliknál utána összetévedünk nálam, aztán ott a stúdió, aztán veszünk fel számokat. teljesen ilyen ambient flash egyébként, most csak így az instrumentált hallgatod. <laughs> ja, igen, igen, hogy magában nagyon ilyen kis, nem tudom, szellemflash. Amire még kíváncsi vagyok, az a akapellád, meg a vokálod. Ja, ja. Tyunnal szoktál már alapból felvenni, amikor Aha. készíted a felvételt? Ja, ja, te soha, én nem vagyok énekes, érted. <laughs> És akkor itt van, fel lett gyorsítva 143-ra, 137-ről. Mert túl azt érezted a felvételnél, hogy lassú? Aha, ja. Hát nem, hát nem a felvétel, inkább a beatnél. Tehát hmm. így nem is, nem is kezdtem el rá felvenni ezen a tempóba. Majd az régi tempóba. Szóval itt vannak a vokálsávok. Mikor másik palit dugja, mikor vársz meg éjszaka, amíg csak a semmiről se tudva. Tudod, hogy nem vagyok olyan mérges, veszem a kombátum, is már úton vagyok kétes. Nekem ez a vibe amikor a csárom mézes. Elveszem a kezedből, nem akarom, hogy szétes. Van olyan uh, verzió, amin nincs autótyún? Van olyan verzió, de vágat szintem, azt nem mutatom. Nagyon... Mondom, mondom, hogy nem, nem énekes vagyok vágott, tehát hogy... Ja, persze, ez fakultatív, hogy megmutatod, de vagy nem. Ja, ja, hát igazából... Én se feltétlenül büszkélkednék viszont, a saját azt felvételeimmel. Azt amúgy szívesen megmutatom, hogy milyen csak autótunnal, mert nagyon, Aha. nagyon sok ember azt hiszi, hogy az autótún az mindenféle effektet ad a hangodra és hogyha nagyon sok effekt van rajta, akkor nagyon sok autó tud. Ez nem igaz, mert autó tudnak csak ilyen. Jó gyerek volt mindig, anyu is tudta, nem akarom mindig gáladni a Tehát szinte ez is a teljesen lóba, nyers. Azt így... Az autó az nem, nem ad rá különböző erősségeket, meg ilyenek. ezt az effektek teszik hozzá. Olyan lesz, egy bébi, mennyit számos, még nem is voltam álmos, bő. Pedig nem is voltam álmos, Oké, okay, 20 perc a beaten, 20 perc a beat. A szöveg az hogy szokott elkészülni nálad? Hát a szöveg az úgy szokott elkészülni, hogy megvan a beat, nem tudom, berakjuk telon, vagy berakjuk izé, gépen, nagy monitorokon, aztán elkezdünk rá a szöveget írni. Nem tudom, mostanában a pogányindulóval zenélek a legtöbbet, szóval vele így pikpak, megírjuk a szöveget. Egy ott ilyen... helybe készül el minden? Ja. Ja, 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 tesó, igazából. Mind, hogy van, nyilván a beatet nem mindig ott csináljuk, tehát van, hogy nem tudom, magyar producerektől használunk beateket, vagy akár külföldiektől, de hogy, ja, azon kívül minden ott készül. És neked a, a százszor szép az az miért fontos track? Mit tudom én, tesó. <laughs> sok, sok majd, majdnem, mondtad, minden, hogy ez egy, ez egy mélyebb cucc -e. -e. ja, 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 -e. csak, csak, hogy így minden tracken hát azért adom ki, mert valamilyen szinten így fontos vagy, így vagy így ki vagy így, hogy így nekem fontos vágod. a százszor szépbe talán azt, hogy egy egy, egy kedvelt ö, dalomból lett szempülölve a beat meg ilyenek, és hogy ezt így saját magamnak csináltam meg, ez sokat adott hozzá a projekthez vágod. és azért a, a, a dal szövegeid szerintem sokszor kelthetnek amúgy akár így zavart a fejekben, hogy éppen miről szólnak a szövegek. Sokszor használsz olyan szavakat, amik nem feltétlen egyértelműek, vagy dekódolhatóak. Igen, igen, igen van, rá, van rá eset néha. Ezek általában szlengek, amiket egymás közt nyomtok? Hát amúgy, amúgy, igen, a nagy része az igen. Tehát, hogy vagy nem tudom, hogy pont, pontosan mire gondolsz, de, de, de bőven van benne olyan, amit így, full azt hiszem, hogy így más emberek is ismernek, aztán rájövök, hogy csak így engem belül van elterjedve. Na figyelj, megmutatom most, hogy mire gondolok. Van egy bejátszó, mert készültem neked. Megmutogattam a szövegedet másoknak is. Jó. Jó gyerek voltam mindig, anyu is tudta. Nem akarom mindig eladni a szívemet a klubba. Nem akarom azt, hogy fájjon, mikor a másik pali dugja. <gül> <gül> Akkor vársz meg éjszaka mégiscsak a semmiről tudva. Tudod, hogy nem vagyok oly mérges, veszem a kabátom, és már utom vagyok édes. Nekem ez a vájbom, amikor a csárom mézes, elveszem a kezedből, mert nem akarom, hogy szétes. Na most, ha ezt egy előadó adja elő, ebből a felét nem értem. A fiú ez az a elmegy bulizni és csajozni, és az anya meg mondja, hogy ne, találjon valami rendes lány. Úgy, nem akar egy olyan pasi lenni, aki megcsalja a barátnőjét. Átjön, hogy miről van szó a szövegbe, meg hogy miről énekel nagyjából, de, de nekem egy kicsit olyan, olyan, olyan semmilyen. Én egy ilyet biztos, egy ilyen életszituációt biztos nem így írtam volna meg. Hát ez a szöveg, ez, ez mai. Keresi a kiutatot egy jobb csajhoz, aki jobban megérti őt. És hogy már volt valószínűleg nem egy, nem két csalódása. Anya út akar neki, hogy boldog legyen, mielőtt még megházasodnom, vagy nem tudom, egy talán, hogy kivel az életét előtte próbálgat még többet is. Azért én kicsit sekélynek érzem a megfogalmazást. Nem azt, hogy nem, nem érzem őszintének az érzést, csak, csak ja, sekély. A szövegben szerintem a fiú nagyon anyás tart tőle, vagy szóval alkalmazkodik, szóval van tekintélye az anyukájának is. csalódtam benne. Olyan dallam volt végig, ami úgy, úgy, ismételgette magát, és olyan beszélő előadásmód. Most vagy tudok énekelni, és énekelek rendesen, de ezt olyan hangon én, ezt nem értem. De mondom, lehet, hogy én már túl öreg vagyok hozzá, úgyhogy elnézést. Én messze vagyok ettől a művészeti világtól. Hogyha ezt dalnak nevezzük, az én koromban a dalok mások voltak. Az én fénykoromban. Én nem hallgatnám, mert nem az a fajta szám, amit hallgatni szoktam, de, de amúgy jó. Nagyjából ezt, ezt képzeltem el, vagy, vagy hasonlót. Csár, haze, broski, flex, rotyogás, pogó, bláz, span. Jó, a csár, akkor ezek szent fogalmam sincs. Még a csárra azt mondanám, hogy a csá helyett, na csá. Mondja, hogy csár. Flex az elmagyarázni a flexet. Az menőzés. Nem a flex, az a, amikor flexelnek a filmet, fűrészelik. Igen, a flex, jó. de most ez ezt ismerem, csak most nem jut eszembe. A többit nem ismerem. A rotyogás, azt bulira, amikor jó a buli, rotyogunk, nem tudom, mint a kondérbe a leves, hogy csak úgy, úgy rotyog. A rotyogás az, amikor fő akaja. Tehát lehet, hogy ő is, amikor mérges kezd lenni, vagy én én nem, nem tudom. Rotyogás az rögés. A héz, az különböző fajtákat szoktak. Héz neve, purple héz, stb. Jimi Hendrixnek van ilyen száma. Jó, hát nem vagyok jártas a füves izékben, szavakban. Én sem. Én sem. <laughs> Olyan embereket próbáltunk most itt megtalálni, akik nem feltétlen ismerik a, igen, a te munkásságodat, és kíváncsiak voltunk arra, hogy ők ö, hogyan dekódolják azokat a szövegeket, vagy amik ette szoktál írni. Izgalmas volt egyébként ezt, ezt látni, esküszöm. Te találkoztál amúgy már ilyennel? Persze. Gondolom már, hogy találkoztam már bőven olyanokkal, akik nem nagyon ilyen zenéket hallgatnak, és így, így úgy szakértik a számokat. Amiről szerintem még érdekes dumálni, hogy, hogy itt a generációkon belül is már van egy, egyfajta értetlenség. Vagy hogy nem feltétlen értjük azt, hogy miről beszél a másik. Hát szerintem, vagy, vagy nem is értetlenség, hanem egy alap ellenszenv, ami által nem akarják megérteni egymást vágad. Te, te éreztél már ilyen ellenszenvet akár a te irányodba? Persze. TikTokon bőven vágod. Miket? Nem tudom, TikTokon szerintem így Magyarországon kezd megszokás lenni, hogy így a hét komment az majdnem minden videónál top komment. És ez nem, nem, így, nem így rámértve, hanem ilyen alapból. Azok, van, azok a kontentek vannak felkapva TikTokon, amik, amiken lehet utálkozni nagyon könnyen vágod. Tehát, hogy mondjuk nem tudom, ezek a random videók, ahol nem tudom, anya ordibál egy gyerekkel, mit tudom én, ilyenek vágod, amin meg MC ST, ezek a dolgok, akiken lehet utálkozni, ezeket, ezeket kapják fel TikTokon, érted? És te ezt egyébként szoktad követni, akár az, hogy hát rólad, ő... rólad, miket írnak? Szerencsére már kevesebb időm van ezt követni, mert nem tudom, TikTokon mindig nagyon megosztó volt az, amit, amit oda közvetítettem, vagy ott mindig megosztó véleményeket kaptam, szóval ezt próbáltam így kizárni, érted? Nem, hogy nem, nem related. Ja, de egyébként neked van TikTokod amúgy? Van ilyen koncertvideókat néha posztolgatok, meg hogy hogy baszunk ki a spanommal, meg hogy, hogy, főzünk, meg ilyenek. De egyébként nem, nem feltétlen vagy tudatos ezeken a platformokon. Hát tudatos lehetnék ezeken a platformokon, csak nem, akarom, nem akarok egy ilyen reklám oldalá válni vágod. Tehát, van. hogy nem akarok folyton reklámokat posztolgatni TikTokra csak azért, hogy felfusson az albumról, még egyet se posztoltam TikTokra, egy számot sem, majd hogyha megérik valamelyik, akkor úgy ja. posztolok. Vagy viszont amúgy azt látom, hogy Instagramon viszont leakelsz folyamatosan. A legrandomabb pillanatban legyen az este tíz, reggel nyolc. Ja, hát ilyen, ilyen, ilyen live sajnos becsúszik olyan bódult állapot, hogy fellőjünk, fellőjünk egy live-ot, és akkor lejátszunk két tracket ezt így kikerül mindenhova, meg ilyenek szóval. Ja, ja de, hát, de, volt, ami így lett egyébként felkapott, nem? Igen, a forog a világ. Az ment át TikTokra, nem? Az, de az nem, Igen. azt nem is te fel, hanem azt valaki felkapta, nem? Vagy kirakta TikTokra, is. hát, az igazából úgy volt, hogy volt egy live, ahol lejátszottam, és azt levideózták, és annak a hangját berakták egy ilyen TikTokos szöveg videó alá. Vágod, és akkor azt így, azt így felkapták ott nagyon. És akkor elkezdtek terjedni ezek a, a live ból kiszedett lékek, meg ilyenek. És egy csomó ideig, nem tudom, ilyen 400 vagy 500 ezer megtekintésnél jár már szerintem az a lék YouTube-on, amin csak egy zöld alma van vágod, és, és, így, és egy ilyen nagyon szar live ból kiszedett forogavilágos világos felvétel. Szóval... És, és azt mondod, hogy ennek egyáltalán nem vagy tudatáva, hogy, hogy egyébként, ha csinálsz egy ilyen live-ot, abból utána lehet simán egy trend? De hát most már miután így csináltam live-ot, aztán lett trend, így most már így átgondolom, mielőtt live a kicsit jobban többször, tehát most már kevesebb szer olyanokat, érted? Ez volt a sávlekötő élő felvétel, Ekóval, egy hatalmas tapsjár Köszi szépen mindenkinek, aki eljött. Nagyon aranyosak lettek. Jelentkezünk még a Sopron Festről, viszont az akváriumban is találkozhattok majd velünk májusban. Figyeljétek a leírást, ott majd megtaláltok minden infót. Gyertek el megnézni minket élőben, hogy milyen egy sávlekötő. Hamarosan találkozunk, jövő pedig új epizód. Tisztelet, sziasztok, Csoki! <Szorítás> Igen, sajnálom, hogy ezt tettem, anya Igen, tudom, hogy ez fáj, de ma még nem mehetek haza Nyugitával tartom magamtól, hát nem igaz a szava Ismered fia, a fiam, nem tud soha se Ingyenes kiszállítás és 2000 forint első rendelésedhez. Kudóra, mert jól esik.